Sziasztok! Egy kis műsorváltozást jelentenék be. Ma nem Dragon Age Inquisition lesz, nem Divinity Original Sin 2, hanem a Silence of the Siren-nek a veterán módját fogom kipróbálni. A jelenlegi legnehezebb módot, ami körülbelül egy ilyen kicsit nehéz, vagy közepesnek fel egyébként igazából meg. De nem is hard, nem éves sincs benne, nem is hard, nem is super hard, nem mit tudom én, de azért kemény. Itt már a gép okosabb, tehát az AI médium szinten van, a pályán még kevesebb a nyersanyag, és kicsit erősebbek az őrzők. Úgyhogy ezért ezzel a játékot fogunk játszani. Eleinte még ide kellett beraknom, amíg nem volt. Még nem jelentettem a kikeseknek, hogy Silence of the Siren, és kéne, be is raktam. Szóval mindig nincs Fighter Magic-ét az, amit egyről hatot tudom berakni. Amikor 60, akkor igazából a 7.5-tel játszunk, azt ott láthatjátok csak. Na mindegy, szóval a Silence of the Siren lesz veteránon, jövő héten meg majd Natanba fogja ugyanezen a szinten tolni ezt a pályát. És valószínűleg majd vagy holnap, vagy még ma este meg fogom hirdetni a jövő hetit is, ahol lesz mindenféle Dragon Age Inquisition, lesz valószínűleg Warhammer Chaos Bane is. Lehet, hogy Divinity is lesz hétvégén folytatva a kópunk, amit látjátok, egy hete játszottunk. Illetve lesz majd valószínűleg pénteken Heroes 7.5 is, ahogy szokott lenni. Lesz Liberation is talán. Úgyhogy elég sok minden lesz, és lesz Half-Life 2, vagy Half-Life Black Mesa remake-nek a befejezése lassan. Meg valószínűleg lesz majd még, lehet Spellforce 2 is, most egy új pályát kezdünk el végre. Na hát meglátjuk. Úgyhogy ma este 8 órakor ezen az oldalon, amit láthatok, kik.com per halkozka, jöjjetek sokan, lesz megint kérdés, tippelés, nyereményjáték. Ugye hamarosan hóvége, úgyhogy lesz sorsolás, úgyhogy gyűjtsétek a pontokat. Ugyanis most jelenleg 20-an vagyunk, 20 feliratkozó van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy két játék lesz sorsolva. Tehát két személy fog nyerni egy-egy játékot konkrétan, úgyhogy az első két helyezett kap egy játékot. Úgyhogy érdemes most gyűjtenetek, de ezt majd még a héten én szintén elmondom a heti bemutatóban, amikor is lefixálódik, hogy mi lesz pontosan a heti program. Addig is búcsúzom tőletek, estig, sziasztok!